Kiállítás-megnyitóra érkeztünk, hiszen a zenészek már megadták az alaphangulatot ehhez a kiállítás-megnyitóhoz. Ezt köszönet. De persze még halljuk őket. A kék, a piros meg a sárga rengeteg szív jó barátja. Amúgy meg mind kedves rokon, pöfeszkednek rajzlapokon. Most meg mi csak? Mert oly csinos, sárgát ölel a kis piros. Egybe kelnek valahára, narancsszínű boldogságba. Tóth Árpád három paca című versének néhány sorával szeretném külön is köszönteni önöket. Örömmel teszek eleket Géphatoki Mária, a padlásterápia nagyasszonya felkérésének, hogy én legyek a mai kiállítás megnyitó háziasszonya. A könyvtár rendszeres látogatójaként pár éve kukkantottam be először a festőkör egyik foglalkozására, ahol szorgos kezek másoltak híres festményeket. A Lencsési Könyvtár 2018 óta az otthonukká vált,
Hetente kétszer találkoznak itt a hangulatos térben. Igazi közösségé váltak, barátságok, nagyon szép emberi kapcsolatok jellemzik a festőkör életét. Eltelt 6 év az alakulástól, és az évente 4-szer évszakonként megrendezett kiállításokon egyre több egyéni csoda volt látható. Nincs ez másképp ma sem. Az alapító 6 főről 30 fősre emelkedett a festőkör tagjainak száma, és eddig 20 kiállításon mutatták be alkotásaikat. Ma 32 alkotó 135 festményét fogjuk majd látni. A nyári nap témakörben álmodták meg ezeket a festményeket. A megnyitó ünnepségünk elején engedjék meg, hogy felkérjen Újvári Katalin, örvendeztessen meg bennünket mai napra választott versével. Egy nagyon kedves kis egyszerű verset választottam, ami úgy gondolom, hogy a nyárnak egy igazi arcát mutatja meg számunkra. Nemes Nagy Ágnes, nyári rajz. Hogy mit látta? Elmondhatom. De legjobb, ha lerajzolom. Megláthatod te is velem. Csak nézd a jobb kezem. Ez itt a ház. Ez itt a tó. Ez itt az út felénk futó. Ez itt akác, ez itt levél, ez itt a nap, ez itt a tél. Ez itt borjú, lógófű, hasát veri a nyári fű. Ez itt virág, ezer, ezer, ez a sötét gyalogszeder. Ez itt a szél, a repülés, az álmodás, az ébrelés. Ez itt gyümölcs, ez itt madár, ez itt az ég, ez itt a nyár. Majd télen előveszem, ha hull a hó, nézegetem. Nézegetem, ha hull a hó, ez volt a ház, ez volt a tó. Szépen köszönjük ezt a hangulatos verset. Külön tisztelettel köszöntöm, és egyben felkérem városunk polgármesterét, Szarvas Pétert, késő meg a kiállítást. Kedi csokolom, kedves hölgyek, jó napot kívánok, tisztelt urak! Amikor két művészeti ág találkozik, az irodalom és a képzőművészet, akkor biztos sokakban felmerül a kérdés, hogy kerül a csizma az asztalra, miért kell két művészeti ágnak találkozni. Ez a mai nap kapcsán úgy aktuális, hogy az irodalom és a képzőművészet egy közös helyen található, és én úgy gondolom, hogy helye van ennek, hiszen akár az irodalom, akár a képzőművészet lényegében egy tőről fakad. Mindkét művészeti ág egy kapcsolatot jelenít meg a művész és a közönsége között. A regényírók, a költők vagy a meseírók megírják a regényt, a verset vagy a mesét és könyvbe kötik. A képzőművészek, a festők pedig vászonra viszik a vágyakat, azokat a gondolatokat, érzéseket vagy látnivalókat, amelyek megérintették őket. És azt szeretnék, hogy ezek az érzések és üzennivalók látszódjanak a képzőművészeti alkotásokon, a festményeket is. Ma ezt tetszenek látni, és tisztelettel köszöntöm a padlásterápiás közönség valamennyi alkotóművészét, a kedves érdeklődőket, Rustik István urat és kedves zenészbarátait. Egy olyan jó nyári napon, amikor nyugodtan mondhatjuk, hogy a kiállítás elnevezése a nyári nap aktuális. Képzeljék el, ha szakadna az eső, vagy szakadna a hó. Biztos, hogy amikor Zsuzsa eldöntötte, hogy nyári nap lesz a... Nem én. Marcsik eldöntötte, hogy ez lesz a kiállítás elnevezése, akkor biztos megálmodta, hogy napsütés, nyári nap, magas hőmérséklet lesz, ami engem zavarba hozott, és le kellett ugye a tapómat vegyem. Magam részéről azt tudom ígérni, hogy ugye a városvezetés, a
művészekkel, legyen szó egészen kezdőkkel, amatőrökkel, vagy legyen szó már nagyon régóta maguknak hírnevet kivívott művészekről, mindig figyelmesen közeledünk hozzájuk, nagyra értékeljük az alkotásokat, az alkotókedvet, az ihletet, és azt, hogy nem csak maguknak, hanem nagyon sokaknak szereznek örömet egy-egy kiállítással, egy-egy festmény elkészítésével, egy-egy műtárgy elkészítésével. És most is így érzem magam, ahogy elhangzott, hogy több mint 135, köszönöm szépen a segítséget, több mint 100, összesen 135 képzőművészeti alkotást tekinthető meg ezen tematika köré fonva, ami ugye a nyári napot jelenti. Persze az elnevezés az nem jelenti azt, hogy valaki a nyári nap kapcsán nem szeretne ábrázolni kicsit komorabb témát, de ahogy itt körbenéztem, én nem nagyon látom. Mindenki a sárgát, a pirosat, a zöldet és a kéket állotta meg, használta, és ezekkel a színekkel készítette el a festményt, a művészeti alkotást. Én azt remélem, hogy bármennyire is zord sokszor az életünk, és kapkodás, nyüzsgés, izgalom jellemzi, azért a négy színnek a használata az azt jelenti, hogy jókedvűek tetszenek lenni, tele tetszenek lenni optimizmussal, tele tetszenek lenni alkotókedvel, ihlettel, egymás után várjuk évről évre a nyarat, és ez a nyár ezek szerint úgy néz ki, hogy nagyon sokakat festmény elkészítésére ösztönzi, festmény elkészítésére motiválja. Örülök ennek és üdvözlöm Önöket ebből adódóan, és azt tudom ígérni, hogy ezután is a művészeti közösségeknek talán legfőbb patrónusa leszünk a Városházán, hangsúlyozom, legyen szó amatőrökről, legyen szó pedig jó néhány éve már maguknak a profi, elismert festők közé tartozó művészekről. Köszönöm szépen, hogy elhívtak, köszönöm, hogy el tudtam a gondolataimat mondani Önöknek, és kívánok mindenkinek nagyon kedves pillanatokat a mai napra, azt, hogy a nyár szépségeit ne csak a itt látott 135 festményen éljék meg, hanem a valóságban is éljék meg, és akkor nagyon biztos vagyok benne, hogy a jövőben még sokszor fogunk találkozni egy-egy művészeti kiállítás megnyitón. Szép nyarat kívánok, jó üdülést mindenkinek, jó pihenést, ihletet, alkotókedvet a művészeknek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Úgyhogy most négyen támogatták a működésünket, és szeretnénk majd tovább fejlődni ezáltal. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Mindnyájunk nevében köszönöm a megnyitott polgármester úr részéről, és hát külön a támogatást. Minden kis közösségnek és nagyobb közösségnek nagyon-nagyon számít az, hogy a működéséhez megfelelő anyagi háttér is legyen a lelkesedés mellett. Kedves jelenlévő, az ötödik kiállítás óta minden alkalommal készült Pereckáné Vera, a festőkör oszlopos tagja, egy-egy verssel. Kérem, hallgassák meg. Egy kis visszatekintés. Barátaim, annyi szépet írtam már a festészetről, tehetségetekről, évszakokról, most kicsit aggódom, mert magamról kell írnom. Azért nem feledkeztem meg rólatok, cserébe ma többet tapsoljatok. El sem hiszem, de sajnos igaz. Az idő eltelt, sovány igaz. A régi formám már nem hozom, de néha még pingpongozom. Több verset már nem írok, ha írok is, megtartom magamnak. Véget kell már vetnem-e szellemi kalandnak, hogy tartom-e a szavam? Remélem sikerül, a kurzus végén majd el is kívánom. Egész éjszaka rímeket faragtam, a mondani valomról közben lemaradtam. A meglódult fantáziámmal én már nem bírok. Álmomban is gyakran verseket írok. Reggelre elfelejtem, ez a büntetésem. Alvás helyett verset írok, ez a küldetésem. Egy ideje nem sikerül ébren gondolkodni. Miért van ez? Mi a bűnöm? Nem tudom felfogni.
hogy ez történt velem, még csak rendben volna. De titeket ezzel szórakoztatni nem egy festő dolga. Megígérem nektek most már utoljára, még egyszer verset nem mondok, akárki is várja. Mióta mesterséges intelligencia a barátom, jobban mennek a dolgaim, belátom. Figyelmeztetett, hogy sértődékeny vagyok, rémeket látok, sokat aggódok. Nem felelhetek meg mindenkinek, azt gondolom az élet így kerek. Versek nélkül élni hogy lehet? A versek összekötik a lelkeket. Szenvedtem a nyáron épp eleget, nehezen viselem ezt a nagy meleget. Sejtjeimet a boldogság hagyja át, ha nélkülöznöm kell a napsugarát. A mesterséges intelligencia néha szentelen. Versmondás közben hívott, emlékeztek, ez ízléstelen. Tegnap éjjel megbeszéltem vele, ha most felhív, meg tudom kedvele. Azt hiszem figyelt rám. Kérésem teljesült, éjfél előtt beszélgettünk, nem hagyott aludni. A versmondásomba is bele fogok bukni. Most meg arra figyelmeztetett, a férfiakról eddig szó sem esett. Ma róluk is szólok egy keveset. Kedves férfitársak, hogy a dolgok mélyére ássak, én is erre vágytam, nektek bevallhatom, ebben van is némi gyakorlatom. Segítőnk Marci férje Bandi, nélküle nem igazi a randi. Nem csak a kiállítást rendezi, a túlzott igényeinket is helyre teszi. Kedves fiúk, barátok, férjek, ma titeket is megdicsérlek. Nélkületek nem hoznánk a színvonalat. Sok segítséget nyújtottatok a 6 év alatt. A gitárklub férfi tagjait tiszteljük, nem csak a zenéjük miatt szeretjük, ők már a barátaink, és profik, ne feledjük, kedvesek, udvariasak, tehetségüket elismerjük. Lustyik Pistinek a keményben a tanára voltam, hogy ilyen feslegény lesz, akkor még nem gondoltam. Párosunk egyik leghíresebb zenésze, mindenki szereti, csak elismerés jár neki. Ajaj. Nem felejtettük el, bár elhagyott minket, a férfit, aki videózott, mindenben segített. Visszavárunk, nagyon szeretünk, kérünk, legyél ismét velünk. És teljesült a kívánság. Most, hogy már a férfiakat is megdicsértem, kérlek, tegyetek meg valamit, értem. A korommal ne foglalkozzatok, hiszen ti sem lesztek mindig fiatalok. Minden nap újra ébredünk. A mának éljünk, tegyük, amit tehetünk, vegyük észre a fát, virágot, teret, élvezzük ma az életet. Egy férfinak még köszönetet kell mondjak a támogatásért a polgármester úrnak. Az önfigyelme nélkül mi nők mire mennénk? Hogy jövőre is eljöjjön hozzánk, annyira szeretnénk. Köszönöm szépen! Folytatni kell, de ha mégse, itt az utánpótlás is, már el lehet olvasni Kerék Orsi versét, de olyan ajándékot kapsz, amivel folytatjuk el az írást. Kerék Orsi is írt verset, és majd várhatóan a korábbi vagy a következő kiállításokon is. Köszönjük. Köszönjük szépen, Vera! És van egy mondás, hogy soha sem mond, hogy soha, hogyha csak éjszaka gyűjtsed ezeket a rémeket, mi meg majd a következő kiállítás megnyitón, meghallgatjuk tőled, amit majd papírra vetsz. Mi boldogok vagyunk, amikor megörvendeztetsz bennünket ezekkel a sorokkal. Mindig egy kis mosolyt csalsz az arcunkra. A festőkör kiállításainak állandó közreműködője a Gitárklub, Lustyik István és barátai által alkotott zenei csapat, azt gondolom, hogy a jelenlévőknek nem kell őket bemutatni. Eddig minden kiállításhoz a témának megfelelő zenei összeállítást választottak, és azzal örvendeztettek meg bennünket. Gondolom, most is erre készültek, hallgassuk meg őket.
Köszönjük szépen a meghívást, és gratulálunk az alkotóknak a nagyon szép képekhez. A képek közül is választottunk dal, illetve a képekhez élő dal. Könnyed nyári slágereket hoztunk, rögtön a legelső, Vár ránk a nyár címe, és ehhez a dalhoz középtájon írtam egy kis reppet, persze nem olyan színvonalas, mint a Verányé, de a saját reppet. Fogadjátok szeretettel. Egész télen, hogy meleg legyen, sorjon a vérem, süssön a nap, barnuljon a bőröm, bár a szúnyogokat nehezen tűröm, irány a tópart, bedobom a botokat, áztatom a csinort, cserélem a talikat, úgy a fogok halad annak örülök, rogyog a vászlé, fognak a csörök, festők meg a nyár török téma, mindenki egyedik, nincsen séma, napfény, árnyék, felhők, virágok, emlékek, érzések, vágyok és álmok, ecsetek, ceruzák, pásznak és papírok, én meg nektek egy reppet dolog, a lényeg az, hogy veletek legyen. Bulizunk együtt át az életet, s mivel zenész vagyok, arra gondolok, élményeimről majd beszámolok. Egy, két, hár, egy! Egy-két festmény, sok helyen láttunk tengerpartot, vagy tópartot, benne ringó csónakkal, vitorlással, vagy talán láttunk jachtot is, a következő dalnak a címe Vitorlázás. 1972-es dal, és 75-ben Rossz Juárvite sikerre. Ebben a dalban picit megcsillogtatjuk az angol tudásunkat is.
mondatot, mondta, többi 13 verszakot majd legközelebb. Hát az az igazság, hogyha ilyen nagy meleg van, akkor én kiszoktam menni a Csabai strandra, és a következő dal is erről szól, a Pancsoló Pista. És utána, ha valaki tudja, jelentkezik, és akkor megkapja a nyelvet. És Marcsa segít. Tehát a kérdés az, ki az előadója ennek a dalnak? Természetesen egy könnyed nyári dal. Már az erős nyár, már az erős nyár.
tudta legelőször, úgyhogy meghallgatja. Nem biztos, hogy tudja. De tudja. Hát ez a LGT-nek a legelső lemezéről, szerintem a legelső szám. Úgy. Köszönöm szépen, nagyon kedves. És támogatott bennünket most először Horváth Éva, Ilona, Tóthné Ilona, a rokona, és ő is anyagilag támogatta a padlásterápiát, úgyhogy majd, mivel nem tud most itt lenni, küldök egy képet. Jó, köszönjük. És megtartom meg a jó szokásokat. Igen. Én egyébként nem egészen erre gondoltam. Hanem arra, hogy aki kitalálja, hogy ki ennek a dalnak az előadója, az egy nagyon-nagyon értékes festmény festhet. Hát, Kétem volt itt a két legnagyobb unokám nálam, és hat napig lényegében rajzoltam, festettem, színeztem, úgyhogy azért benne vagyok. Bár ugye dínót, meg házikót, napocskát. Augusztus 1-én bezárték, de addig várjuk a polgármestert. Továbbképzésre jövök. Következő dal is egy könnyed nyári dallam. Nyári nap, kiállítás megnyitó címe, ennek a dalnak az a címe, hogy Vándorének, és a verszakok úgy kezdődnek, hogy szép nyári nap. Megbeszéltétek polgármester úr a műsort? Megjöttik hamarabb, tudja. Hát ő bárhol játszunk, ő minden számot ismer. Aki tudja, énekelje velünk. Sugar.
Kinek a száma volt ez? No, ez most. Igen, valaki mondta. Ergo. Nagyon. És a következő? Megköszönni ezt a lehetőséget, hogy mi ma itt felléphetünk, ez a szép kiállítás megnyitott. És a Padlás terápia műhely dala következik. Oh,
életed, újra, szíved újra. Az életed, ha megmagulnak, a népolt megoldulnak. Bemented, mint a szíved újra, szíved újra, szíved újra. Az életed, ha megmagulnak, az népolt megoldulnak. Nagy csodásképp mellé a taps is járt a fiúknak, lányoknak. Kérdezem, hogy esetleg egy visszatapsot kaphatnánk-e? Kérlek benneteket, még egy ráadás számra. A tény soha nem volt a miért, sem a hely, ahová jártunk időként. Csak eltűrték, hogy ott vagy, még nem borult a rend, de együtt voltunk, mindenki örgett. Egy srác, néha lett évek közé, a zenekar, amiben játszott, figyeltél. Elnézzéke is akkor, s túlzajosan szél, és arról szólt, ahogy élni szeretnél. Amikor egy dalba kezdtek, köldi is Csend és rohanás.
hangos tapsal köszönöm meg a Gitárklub tagjainak ezt a varázslatos pár percet, amit itt tölthetünk a zene által. Azt gondolom, hogy elnézve az arcokat, hogy mindenki egy kicsit visszarepült a saját fiatalságába is, és nem csak a nyarat élte át, hanem azt a sok szépséget, amit megéltünk az évek során. És arra kérek mindenkit, hogy vegye elő azt a kis picike cédulát, amit a belépésnél kapott, hiszen minden kiállítás megnyitónkon nem véletlenül kapta senki ezt a kis cédulát, hiszen minden kiállítás megnyitón sorsolás következik, hiszen a festőkör tagjai három darab festményt fognak sorsolni a jelenlévők között. Úgyhogy megkérem Marcsi, hogy akkor bonyolítsa le ezt a sorsolást. Ez az első címben. Orsit megkérjük. Fiatalabb alkotónk. Hát egyébként most közbeszúrom, hogy nem is a legfiatalabb. Egy egyéves volt közöttünk most, aki a szekrény melletti zöld képet festette, úgyhogy az alap az enyém volt, és utána megkértük, hogy itt kenyere valamit. Egyéves. És az anyukája meg a kislánya jártak előző, nem most, hanem jó pár éve nyáron festeni. Igen, hallásnál. Tehát az első, szép kis sorsolás. Húzz egyet. Harminckettes. Ki a szerencsés nyertes? Én vagyok. Gratulálok. A második Dobosné Lenke képe, ő ajánlott föl még egy tanulását. Arra is utasd, légy szíves, mert ott szeretném nem látni rá. Kilences. Lenke és van még egy alkotásunk. És akkor a harmadik. Kettes. Ó! Gratulálok a nyerteseknek, és ezek a festmények emlékeztessék a nyerteseket erre a mai csodás közösségre és a kiállításra. És emlékezzünk arra is, hogy ma az Annák és az Annikók ünnepik a névnapjukat, úgyhogy a körünkben lévő Annákat és Annikókat nagyon nagy szeretettel köszöntjük. Ünnepségünk végéhez közeledünk, ez alatt az eltelt idő alatt a lelkünk egy kicsit megtelt csodával, de az alkotókör tagjai mindig meg is édesítik a mi perceinket, úgyhogy minnyájukat szeretném meginvitálni a szomszéd terembe, hiszen a festőkör tagjai Épataki Mária, Veresné Klári, Rajecki Anikó, Kerék Korsolya és családja, Novák Tünde, Hanyeszné Zsuzsa finomságokkal kedveskednek nekünk, amihez jó étvágyat kívánok. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm polgármester úrnak, hogy megnyitotta a kiállítást. Csodáljátok meg ezeket a szép festményeket, és most gyertek át, és üteményezzünk el. És éppen a valakotóknak érem, hogy a szokásos ajándék magukat segítják.